Na, hát sok szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok, skacok! Formula E! Gyerekek! Mi lesz itt? Mi lesz ez? Most komolyan mondom. Soha nem mentem még Formula E, sem moddal, se semmivel. Kicsit ilyen érdekes lesz ez nekem is egyébként. De... főleg a hangok miatt lesz nagyon fura. Jaj, na mindegy. Jól van, belevágunk, belecsapunk a lecsóba. Formula E, bajnokság. Nem is mondok tovább semmit. Nyomjuk, tényleg csapjuk. Így is van. Láthatjátok. Úristen. Formula E. Na nézzük! Panasonic Jaguar Racing. But this might be the future of open wheel racing. This is a Formula E car, where the E stands for electric. This blend of tech and torque even has its own FIA endorsed race series. Dragon Racing. Ebben Renault van, Renault. Andretti. Ekitak. Az összes csapat benne van. Virgin Racing. Venturi. És a Nextev. És Renault. Na. Jaj. Jó. Szerintem... fekete. Fekete, piros, fehér. Ez nekem jó lesz. Ez nekem jó lesz, ez a 2015-ös Venturi. Ezt válasszuk. Már mondjuk most festés úgy is lesz rá, úgyhogy tök mindegy. Monster Energy is. Ferrari is. Merc is. Gyerekek. Komoly. Kéne rá valami jó Forma 1-es festés. Be is searcherök tényleg egy racingeset, mit ad ki rá. Nem kell gamer tag, csak keres rá. Na. Mi van? Rárakom a Ferrari-s festés, mit szóltok hozzá? Ja, jó van az, most ilyen. De fura így látni. Jó lesz így. Bár hondás kérni. Nem bizélem a keresést, nem genyózok vele. Jó lesz ez. Na! Hadd örüljenek a Ferrari-sok is egy kicsit. Na! Szuper! Akkor viszont átöltözünk. Ez a kocsihoz megfelelő gúnya is tartozik. Méghozzá... nincsen? Olyanom. Olyan, ami kéne. Az jól néz ki egyébként, csak... hát akkor ez lesz, ez úgy van benne. Némi hasonlóság. Lime Rock. Full Circuit. Alternatív ráadásul. És jobban néz ki itt az igazi. Hát ebbe kéne egy V6-os hibrid egyébként. El tudnám képzelni a Forma 1-et ilyen kasznival. Hát simán. Na kik lesznek? Jaj, valaki kijött a búzból. Beethoven, Máró Gergő. Már itt van a Panasonic Jaguaron. AMG, egyen meg. Ő is be van öltözve. Ricsi, Monsteres. Több mindenki. Painted Monster, igen, Beethoven. Na, jó. Hát ezt hogy fogunk itt sunnyogni majd?
Na jó, csapjuk. De ne oda, hanem úgy alapból. Jaj, gyerekek! Ui, ui, ui! Jaj, jaj, jaj. Na nézzük! Michael kapitány kicsit komolyan vette ezt a arrébb rakom a dolgokat című történetet. Van ezért kis motor hangja, nem? Tényleg ilyen a hangjuk már most? Majd esküszöm megnézek egy Formula E futamot. Egyébként úgy tudom, a YouTube-on a csatornájukon az összes futam fenn van egyben, tehát rendesen meg lehet őket nézni. Lehet, hogy majd rákapok, aztán megnézem az idei évet. Nincs valami power booster gomba, amit velem... Egyébként, ha csak ezt nézem, hogy a Forzában van ilyen, beleképzelek, hogy így is nézhetne ki a F1 2018. Hát... Igen. A Libertinnek lehet megírni. Jaj. Nagyon szépen köszönöm, Danny bátyánk. Egyes szintű lettél te is, első fokozatba léptél, köszönöm szépen a feliratkozást neked is. És hogy megtisztelsz, hogy itt vagy.
Tizedik hely. Jó ez. Nagyon jó ez a Ferrari festés. Esküszöm nektek. Nagyon király. Jaj. Száll le a köd a hegyről a völgybe, bozi. Igen, ezt mondom, hogy úristen. Tehát... Gyakorlatilag azzal töltött el is, hogy közben így néztem a tájat. Mondom, úristen. Mi ez? És 60 FPS gyerekek, egy... Hát nem akarok hazudni, talán egy 2015-ös számítógépnek felel meg az enyém ugye a videókártya és a processzor miatt. Egy 3 éves számítógépen így fut ez. Teljesen rendben van. Teljesen rendben van. Beethoven, AMG egyen meg második lett, Máró Gergő harmadik, Ricsi ötödik, én pedig a tizediken végeztünk. Jó van. Jaj. Esküszöm, nagyon tetszett. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Következő. Tisztán hallunk, igen. Tényleg ilyen a valóságban is a hangja. Csak ott még van rohadt sok szélza is mellette, és főleg azt lehet hallani. Ja, aha, értem, Imperium. Most nézted meg. Jó. F1-es Renault is van benne. Én arra tettem Honda festést, mondjuk nem a legegyszerűbb irányító. Ja igen, ezt tudom, hogy 17-es autó benne van. Hát majd eljutunk odáig, majd meg tudjuk nézni. Tényleg. Szia, Roland! Szia, Leo, én vagyok Roland. És a neved meg az, hogy Roland, meg a, gondolom a születési dátumod, úgyhogy gondoltam, hogy te vagy Roland, de azt is tudom így, hogy melyik Rolandra gondolsz. A V betűvel kezdődő soron. M4-es 2010, én ezt elhozom. 70 000-ért. Jó. Az majd még jól jöhet. Oh, kellenek majd modok. Mondtam én, hogy Donate Meister fejű vagyok. Így van. Szia, Gyuri! 1 millió az autó, azt hiszem már, mint az F1-es. Baszki, nem baj, hát az is... Majd összegyűlik. Le Mans! A Bugatti Circuit! Ez gyönyörű lesz. Ez nagyon-nagyon szép lesz. Az a V-kezdőbet is, úgyhogy... Na! Jól van. Kell mod. Race in the rain. Itt nem akarok rainben menni. Raking line only mehet. Meg egy... rakjuk be ezt. 110% jó lesz. Akkor mókoljak valamit. Ja, itt le van zárva, ugye, mert egyformának kell lenni a fotóknak. PlayStation 4 Hun, köszönöm szépen a követést! Jó, csapassuk! Eső lesz amúgy is, tedd fel az esős moros is plusz XP. Lesz, nem lesz eső, lesz eső. Eléggé be van ködölve, tényleg. Na mindegy. Na nézzük! Esküszöm, nagyon tetszik. Két körös lesz, gondolom marha hosszú lesz a pálya. Miért csúszott? Ajaj, már jön a köd. Att is neked is köszönöm szépen a követést. Esküszöm, vagy a ködön csúszott meg, én nem tudom.
megint ott a köd. Iszonyatosan szép. Nagyon kibékülnék egy ilyen F1-es játékkal. Mármint ettől a cégtől. Fresh meat. Derby, neked is köszönöm szépen a feliratkozást, vagy a follow, a követést. Ezt még meg kell szoknom, át kell állnom még erről a YouTube-os hülyeségről. Annak meg külön örülök, hogy nem kell itten könyörögni, meg ilyen hülyeség, like, meg dislike, nem kell ilyennel foglalkozni semmi. Ezért nagyon jó a Twitch, ezért is. Most a 17 ezerig elforog, ez nagyon durva. Nagyon szépen védekezik ez a Sly Ferret nevezetű úriember. Gyönyörűen. Esélyem sincs, hogy bemenjek mellé. Na ezek az igazi versenyek. Gyönyörűen most is bejött belőre. Miközben látszik, hogy az autik-tiktak az meg kívül, külső éven megy. Hát véletlenül se egy éven mennek, nincs sín. Hagyott helyet egyébként, tehát simán bebírtam volna menni mellé. Ott a koszosabb ív egyébként. Nem, egyszerűen nem bírok annyira kigyorsítani, hogy... Na... Azt a betyát, 11. hely, gyerekek! Nagyon gyengén muzsikálunk, de... De hát ez van. Nagyon egyforma az autó. Borzasztóan. Beethoven nyert, AMG második lett, Ricsi harmadik. Gergő ötödik. Oké. Okay. Lesznek majd egyedi emótok. Igen, lesznek. Már most is mondom, készítgettem már a subscribereknek legalább, tehát a feliratkozóknak, hogy legyen, csak elfogadás alatt van, de még neki fogok ülni és csinálok egy csomót. Megpróbálok legalábbis. Imperial, hát igen, mégis olyan nem nagyon van még, talán nem is tudom. Tehát van egy-két hónaposom, de a legtöbb az így most ezen a héten volt. Hát jobb ez a kész, így van. Derby, nagyon jól mondod, így van így. Szia, Dave! Na, next. Kurva, azt jelzi, nem nehéz jobbnak lenni. Pedig szerintem egyébként náluk is minden adott ahhoz, hogy tudjanak valami jót csinálni, és mégis van olyan múltja a cégnek, hogy simán adott lenne minden.
Fresh meat. Köszi Joe Max, hogy itt vagy és követsz. Lásd csak a Dirt 2-t. Annyira gyönyörű, szép volt a Dirt 2, és még mai napig egyébként maxi grafikán nagyon megállja a helyét. Illetve azok a borulás effektek, ahogy szakad le róla minden, ahogy meg volt csinálva, hogy minden. Szerintem a Dirt 2 az egyik legjobb Codemasters-es játék. Illetve, hát nem tudom, a Dirt Rally-ról még annyira nem tudok sok mindent mondani, mivel az még megvan, de nem nagyon próbálgattam, de azt mondják, az egyik tényleg legjobb, az is. Ó, Long Beach, na, ez jó lesz. De... tényleg, tehát... na, mindegy, szóval... jó lenne, hát ha egyszer... szerintem a idei nem sikerül és óriási botrányt kavar a nép, akkor talán elgondolkodnak egy másik kiadón, és ez legyen akár a Turn 10. Én örülnék neki személy szerint, mert óriási fantázia, meg tudás van rajtuk, úgyhogy meg mögöttük, úgyhogy mindenféleképpen preferálnám. A bajnokságot nem néztem meg. Hol vagyok? 10. helyen. Na! Jó kis Long Beach. Teljesen megszerettem, megszoktam már ezt a pályát. Már most ismerem. Annyira olyan sokszor kellett rajta már menni. Jön a kis virágos kert. Ricsi negyedik. Ha már lettem, azt hittem. Gyönyörűen veszi ezt a nagy visszafordítót. Volt azért egy pár kocsi, amivel nem lehetett itt mit kezdeni. Hogy mozog is a karbon tükör. Fantasztikus, gyönyörű. Hú, baszki! Jó, nem lett belőle semmi. Ajaj, kaptunk még egy pofont. Hopp, kisodródott. Aha. Megsimogatott Ricsi azért. Jövök belőle. Á, de kár volt, hogy megcsúszott. Fel fog kenni a falra. Nem. Jó, kis erőszakos drive-avatarja van, de jó. Most jobb volt a kigyorsítás, persze ő van megint jobb íven. Tényleg erőszakos kis drive avatarja van. Ilyen Máró úr is mögöttünk, illetve nem mögöttünk, kettővel van mögöttünk.
Hát ez nem igaz. Nem fogom utolérni. Na? Ezt nem hiszem el! Nem bírtam. Ezt esküszöm, elküldöm Ricsinek. Ezt a, nem is tudom, két kört, utolsó, ezt a második, harmadik kört, mit összekínlottam vele. Jaj, Istenem, mennyi volt a különbség? 72 ezred? Gyönyörű. Gyönyörű. AMG nyert. Gyerekek. Beérett. Beérett a fiú. Gergő csak hetedik lett. Négyen gyalázott. Fú. Jó a design, igen. Yes. Yes, yes, yes. Ez feljöttünk a hetedik helyre összetettbe. Jól van, jól van, jól van. AMG egyen meg 5 pontra van lemaradva. A bajnokság éllovasától. Oké. Okay. Next. Sőt, én ezt le is mentem, ezt a replayt. Azt mondja, hogy... Hogy kell? Aha. Formula E. Hol volt ez? Long Beach. Oké. Okay. Ez jó volt. Kocsiból live-olok, ja. Ó, de jó volt. Ez igazi, ez férfi munka volt, tényleg. Jó mulatság férfi munka. Na. Most pedig majd... Hanyadik vagyok? Hetedik. 50 pontra van, altadik. Már úr, meg még messze. Ó, oh, Daytona, hát az gyönyörű lesz. Az gyönyörű lesz. Kell egy mod. Berakjuk ezt. Mehet a balhé. Szia Andris! Nem más stúdió, ugye? Nincs égetszeg a kocsiba? Nincs. Ebben nincs. Ebben az ülés, ez megúszta a történetet. Jaj, hát ez nem az a, de buta vagyok. Hát én teljesen másra gondoltam. Tudhattam volna, hogy ez a pálya Daytona lesz, nem körözünk, nem indikár. Ez az. Ugye egybe vagyunk még. Hopp, egy kis füvönmenés.
Külsőn, külső. Hoppa, csapattársunk, oké. Okay. Mert is festés. Aha. Máró úr, nézzétek. Ott megy. A kis Panasonic Jaguar Racing, mi? Jaj, de jó, jaj, de szép! Na! Testvérkocsik vagyunk, azt te meg itt lökődsz. Négyen vagyunk, négy Ferrari van. Fájdalmas szörny. Többen bejöttek a boxba. Iszonyatosan állat ez a formula-e, így veretni neki. Nagyon jó megvan, ez az alapnak annyira jó megvan csinálva. Annyira messze van a negyedik, hogy lehetetlen lesz utolérni már. Hát ugye már most ugye a vége a körnek. Esélytelen. Jó az ötödik. Jó ez. Nincs-e valami Discord? Hát teljes szobánkon. Teljes szobánkon, gyerekek. Ott van egy Duma szoba, és oda, ott, ha ott vagyunk, akkor oda bárki be tud csatlakozni. Szokott lenni. Ahol az AI erősséget tudod állítani, ott tudod állítani, hogy hány körös legyen a verseny is. Hoppá, Agent, tényleg? Na, nem is tudtam. AMG egyen meg második lett, így most bajba lesz a VB szempontjában, mert 25 ponttal kevesebbet kapott. Megnézzük, hogy áll. De jó lenne egy hivatos Formula E játék, igazi pilóta, igazi pályák is valamelyik szezon. Az biztos Milán, kurva jó lenne. TSIP? Balának a TS-ét használjuk, úgyhogy ha rámész a YouTube-on a csatornájára és megnézed a leírást, akkor ott megtalálod a leírásban. Beethoven, AMG, 20 pont különbség. Megint feljebb jöttünk egyet, Máró úrat magunk mögé sikerült utasítani, de hát ez a Doka RZT 1-2-3, ez nagyon-nagyon-nagyon elhúzott.
Tényleg Monster meg már 100 pontra van tőlünk az utolsó futam előtt, úgyhogy... Az nem fog sikerülni. Te már Gergőbe is linkelt ott a TSI-t. Én is megvenném instant egyből azt a formulai játékot. Simán, de egyébként csak akkor, ha nem a Codebusters csinálná. A Turn 10 csinálná, egyből. Ezzel így, ahogy van, egy kis update-et még neki, törésmodellt, logókat, szponzorokat, hivatalossá tenni. Ilyen lenne. Hopp, ott az Alcura NSX, az lesz a következő történet. Akár kigyűlik a kis félkör, aztán berakjuk a üteményünkbe. Már úr, urasan maga elé engedett? Igen. Ennyi. És akkor jön az utolsó futam. Mount Panorama Circuit. Ez egy teljesen ismeretlen lesz számomra. Úgyhogy nem tudom majd, hogy fogok menni rajta. Tudok berakni valami jó modot. Futtön. Na, ezt ide. Így van. Finishing first place, hát az nem fog sikerülni. A good pass, ezt kettőt, azt megpróbálom viszont. Na nézzük, utcsó verseny. Ja. Na go. Opa. Jaj, de egyenes. Jaj, de szeretem az ilyet. Mára úr kis szélárnyéka, így van. Ú, de betapart, nagyon jó. AMG csak harmadik, hoppá. Kis Red Bullos. Nem is láttuk még. De jó pálya ez. Te jó Isten, de jó pálya. Jönnek a csiki-csukik. Mint a grid 1-2-ben, mintha ez a pálya benne lenne. Vagyok benne biztos, de... Meg a grid autós sportból is, mintha... Belerakták volna ezt, de nem vagyok benne 100. Lehet csak a grid 2 meg az autós sportra emlékszem, hogy mintha benne lenne. Hopp, egy kis köd. A lefelé szálló ágon. AMG jegyem meg. Lesz egy enyhe kis kanyar. Ott voltam nagyon a seggébe, de nem éltem hozzá, mert nem püffent semmi. Na nézzük. Kontakt, nagyon pici, semmi damage. AMG-vel jó csatázunk most.
Így nem jó ívbe vettem ezt! Jó csata volt AMG-vel. Jó volt. Jó volt. Ez jó volt. Igen, igen, jó pályások, tényleg nem formulába való. Ez full TCR vagy valami ilyen zárt kasznisra tökéletesen szuper. De kemény időket mentek a többiek. 3 másodperce voltam lassabb tőlük körünként. Jó van az hát. Ennyi. Nézzük, AMG-nek meg lett a VB. Nem. Nem, 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 50 ponttal bukó lett. 50 ponttal bukó lett, tegyem meg. Mi meg hatodikok lettünk. Mindegy azért, nagyon megvertek egyébként, 275 pont. Az sok. Az nagyon sok. Vissza az F1-et Adelaide-be. Ja, lehetne egyébként egy ausztrál Melbourne nyitó, meg egy ausztrál Adelaide záró, az király lenne. Breakout Champion completed the Breakout Championship. Ez is megvan, elért eredmény. Végeztünk ezzel is. Beethoven első, AMG lett a második, és Ricci lett a harmadik. Jó csatáztam velük, jó volt. Úgyhogy fokozatot se kellett állítani, tehát tényleg. Na, 145 ezerért most ideadnák az NSX 17-est. Jó. Okay. The Breakout Championship is yours. You're another step closer to winning the Forza Drivers Cup. You can now go for the next challenge, the Evolution Championship. Na, hát a Breakout-tal úgymond végeztünk, de hát ugye még rengeteg minden maradt még benne. Csak elértük a szintet, a pontot. Megkaptuk a Dodge Dart Hemit. Meg persze egy... Ez nem is rossz. El is vesszük. You're making a name for yourself. But that only means the other drivers will be gunning for you. The Evolution Championship is... Nézzük meg, mik lesznek. Ó! Sport Coupé. Forza Group Rally. Na, lesz rally is, 6 futamos. Formula Ford, már kezdődik. Ó, gyerekek, lesz NASCAR, 6 futam, NASCAR. Super. Nosztalgikus drag race. Hot hatch. A Grand Prix megszületése. Early Prototypes Racer. Evolution Open. Még nincs is meg. Szerintem itt bármi. Bring any vehicle you want and dominate the track. Bármilyen kocsival lehet jönni, oké. Okay. Jön a GT1-es kategória, nem, Porsche 911 GT1, igen, igen. Factory Spec Racing. Police Car Bowling, tehát egy rendőrautóval kell majd tekézni. Top Gear Police Car Bowling, ez király egyébként, nagyon tetszik ezek a hülyeségek.
És egy 75-ös Ford Bronco. Autocross, egyetlen egy futamos. Offroad téma. Jó. Jó, 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 jó. Evolution Championship. Fú! Lesznek itt jók. Lesznek itt jó dolgok. És még mik maradtak ebben? Igazából a Rally Heroes, a Mercedes-Benz Racing Truck a kamion. Szerintem ez megint egy külön izét live-ot fog megérni. Vintage Sport GT, a Breakout Open, ez megint ez a hozzáll, amit akarsz. Porsche Spyder, és az Endurance a 23 gyönyörű körrel. Az gyönyörű lesz. Az gyönyörű lesz. Kamionos nagyon jó elvileg, jó vezetettük. Nagyon kíváncsi leszek egyébként a kamionosra is. Úgyhogy... ja. Király. Az az cucc öcskös. Húha, nagyon kockás. Felveszük ezt a kicsit brazil feelingesembe. Na, jó van gyerekek, ennyi lett volna most ez. Én szerintem ma már nem leszek semmiféleképpen, mert még dolgozok egy kicsit akkor a ezeken a emótokon, jó, még a maradék időben, illetve éppen át teleportálom majd pár videót, ami ma volt a YouTube-ra beidőzítve, hogy ott is meg tudják nézni majd az illetők, és ezzel is hát, hogyha átcsábítunk onnan is pár embert ide a Twitch-re. Jó, úgyhogy már ennyi, holnap dolgozok, és akkor hétfőn fogjuk folytatni. Viszont holnap Real Racing 3-at szerintem itt a Twitch-en majd várhattuk azért, mert holnap vasárnap van, igen. Elég csend lesz, elég nagy csend lesz, úgyhogy szerintem egy Real Racing-et, mobilmókás Real Racing-et mindenféleképpen meg fogunk nézni, illetve lesz még egy gyorsulási, a CR2 Racing, amit még meg fogunk nézni. Szerintem három ilyen egy órosszás lesz. Meg még azon gondolkodok, lehet, hogy kéne még... Valószínűleg a Fallout Shelterrel fogok majd elmenni questeskedni az egyik karakterrel. És akkor ez a három lesz majd. Motorsport Manager? Hát Dani, lehet azt is bevesszük negyediknek. A második része van meg nekem. Jó, a második része van. Lehet azt meg el kéne kezdeni, mert az viszont teljesen nullánál, azzal nem játszottam, viszont a telón megvettem, tehát megvan. Plusz hülyét kaptok, megvan az F1 2016 is. De... mert... szó-szó. Ilyen szó-szó. Kipróbáltam, mentem vele, ugye, ezzel a fajta kanyarodással, és... mehet, meg lehet vele venni, nem rossz, nem is tudom, mentem egy Grand Prix-t, azt meg is nyertem, tehát nem volt vele nagy tud. Úgyhogy majd válogatunk ott. Jó, úgyhogy ennyi. Jó, ezekkel a képekkel akkor én búcsúzok is. Nagyon szépen köszönöm akkor Joe Maxinak, Derminek, Atisnak, PlayStation 4 Hunnak, Deninek a nem a követést, és Danny-nek, Horváth Milánnak, Agentnek pedig a feliratkozást, azon kívül még Csabinyó, Magonda 1, Polgár Dávid, Bakonyi Bálint, Kis Lajos, G. Dávid 1997, Sosó Hun, Becsei Zsolt, I. Donát 515, Icer 22-nek pedig követéseket. Jó, még egy dologgal tartozok, az pedig nem más, mint a loot, de nem biztos, hogy volt, nem nagyon láttam felpittyenni, meg nem is hallottam nagyon felpittyenni lootot. Ja, megnézem azért. Nézzük. Nem, szerintem nem volt loot. Nem volt loot.
Belépek, megnézem, de... Life, igen... Nem, nem volt loot. Most nulla. Nulla loot volt, nem volt loot. Hát lehet, nem használjátok itt a Twitch-en, ugye más hol van elrakva, illetve hát itt ugye a leírásban van loot, de igazából ennyi akkor. GP 4155-ös volt. Hát ez nagyon nagy volt tényleg, ez az a kocsi. Meg Ricsinek elküldöm akkor ezt a kis csatát. Na, gyerekek! További szép estét, napot és hétvégét nektek, ami még hátra van. Hétfőn, ja, hosszú hétvége lesz, de hülye vagyok, hát vasárnap hétfő. Ugye, ilyen lájtos. Mindegy, hétfőn térek vissza, úgyhogy sziasztok, sziasztok.